Na, elkezdődik nosztalgia evezésem, miután hűlt helyét találtam a kék színű stégnek, ezért most lemegyünk a Molnár-szigetig. Ez volt a vízi úttörő telep annak idején. Úszóbeton. Rohadt csónak volt itt az előtt. Ez lehet akár a hepphaj, ez a csőhajó. Az év utolsó evezésre mondhatnánk azt is. Ebben ott van egy darabig, mint látjuk. Hát, hogy ez a ház lett a nagy hatalmas papírgyári sátor úszómedence helyére. Itt a papírgyári strand helyére. És nézzünk egy kicsi túlpartot. Apartman házak sora épült a zöld gyönyörű fa, 150 éves lakó vízi házak helye. Egyet hagytak meg emlékilag a barnát. Tartóra. Látjú. Jönne valami kis tartóka így. A másik zöld fakorlátos dolgot is meghagyták emléknek. És itt van a hepphaj, itt a hepphaj. Let's go, hepphaj. Hajócska. Azzal annak idején lementünk. Dunaharaszti íg éjszaka. Nagy szúnyog zizegések közepette. Na, itt meg már betelepítették a gulyás ágyút is. Halsütés lesz főzéssel egybekötve. Halsütés, halsütés.
Vannak halak. Most egy picit elbújt a nap, úgyhogy most előre teszem a kamerát. Valamelyest látszódik a dolog. Távolban egy hőhíd van, aminek van egy sztoria, majd mire odaérünk, elmesélem. Most a bal oldalt mutatom meg még egyszer. Azt kell a bal oldalról tudni, hogy lakótelepet húztak föl ide. És ennek megfelelően vigalmi negyedet is csináltak a vendéglőkkel. És egyszer játszottunk itt a Méz Együttese cigánybált, aminek vannak fotói emlékül. Valami menyasszonynak egy számot kellett eljátszani egy cigányosat. Nem tudni, hogy céllal vagy cél nélkül. És akkor itt vannak a kis vízi csónakházak maradványai, különböző egyesületek, MTK, most látom. Erre az utolsó vízi bázis itt balra. És itt volt kint a lakóteletek után kívül még kiebb ilyen focipálya is. Lassú, de rossz pályákkal. Itt pedig elkezdődik egy ilyen kis üdülőnegyed lámpasorral, vagy pihenőpark, inkább azt mondanám. Lehetne nosztalgiáznom, körülbelül 15 éve nem volt, amit, vagy akkor volt, amit utoljára. Jó kis dombon van a erdő. Annak idején is bal oldalt, ahol volt, mutattam ezt a vízitelepeket, ott ilyen lakatokkal, meg az ácsokkal le volt egyik a másiktól rekeszte, de viszonylag végig lehetett menni egyikből a másikba a vízparton gyalog. Hát ilyen különböző horgász beállások, beülések láthatók. Erre ilyen lámpasorok vezetnek a fele tudja meddig. A túloldalt fogom inkább mutatni, mert ott legalább valami napfény jellegű pótcselekvés van.
ilyen kis kacsalában forgó favilla ház van ott. Nem elég ki, hogyha náttetős is lenne, de nem náttetős, csak ilyen alakú. Kutyaugatás szőrével. Akkor mindig vízi telep van. Nem fogom tudni többet tűzni szemüvegbe. Ez napszemüveg van, mert van egy sötét. Vízi telep. És jobbra föltűnt a Csepeli utolsó lakótelep, amiben annak idején a főnököm csinált egy hátsó szándékú csepeli kisgelkát. Ott van egy emlékkopja fa, megmutatom, ilyen magyaros jellegű, mogyorós. Talán éppen, hogy fog látszódni. Szembe fönt úgy néz ki, mint egy csupasz fa, de közben egy monument, egy emlékmű. Egy emlékmű a telep szélén. Főhídról annyit lehet tudni utólag, hogy volt a Csepeli Gelkával, itt a Kossuth Lajos utcában annak idején egy öreg mindenes bácsika, akit fölvettem Inasnak 75 éves létére antennát szerelni, és elmesélte a sztoriát nekem, hogy kettő fia volt. És a volton van a hangsúly. Az egyik erről a barátaival, erről a csőhidzól ugrott fejest, és soha nem találták meg többet. És akkor ezáltal elbúcsúztatott egyik gyereket, egy fiúgyereket. A másik fiúgyerek az pedig motoros volt, és motorbalesetbe halt meg. És a bácsikának ezért lett a neve Hambas Ferenc ellenére, koporsós. Egy nagy szikár koporsó szökevény bácsi volt kinézetve. Fehér hajú, és nagyot hallott, az volt a pikás, pikantériája a dolognak, antenna szerelés ügybe, mert amikor szereltük az antennát, akkor le kellett kiabáljam neki, hogy na most jó-e a kép, mert ő a tévét nézte, én meg az antennát forgattam, még mielőtt műszerem volt, vagy lett volna, és akkor hát voltak félre hallások, vagy nem hallások, akkor Attila csőstül. Most ilyen teljesen csupa felhő idő lesz, hát napsütést ne várjak a dologtól. Idei év utolsó evezése, és ott van a kuklafácska fönn a dombón. Ha ez az öreg száraz fa elmegy, akkor fog látunk megint. Látható, igen, tehát ilyen ős magyar motívumos dolog.
Minden esetre a napszemüveg most csak szemfényvesztés. Veszít a szemem a fényéből. Átviszem a túloldalra, ahol hattyúk nyalakodnak. Most igen. Túl igazítás. Túl jó. Ahogy vezekényesen mondják, na a sirályok jól le tudnának szarni, engem remélem nem teszik meg. Na azért felszállítottam az összeset, megkapták a felszállási engedélyt. Itt már nincs kiépítve, de itt is ki van építve, lámpasorosra a dolog, mutatom. A vízpart, tehát egy hatalmas, hosszú, gyalogló, sétáló, futó dolog. Egy picire lejjebb ezen az oldalon, ahol a lámpák vannak, ott volt is egyszer egy ilyen idézőjel betett futó baleset, hogy egy nő futott, aztán úgy eltűnt, mint az aranyóra, és soha nem találták meg a darabjait se. Úgyhogy a nőknek ilyenkor este felé nem szeret szerencsés dolog futni éjszaka vagy este. Egy ilyen környék, gondolom ez. Szeppen alsó. Innen nézve. Emlékszem, amikor a kolonis György meghalt, és egy vagy két nappal rá, ugyanarra a stégre virágot tudtam elhelyezni, miután találtam egy úszórózsát itt a közelbe. Mondjuk rá, a kolonicsos az nincs teljesen közelbe, mert ahhoz le kell menni a csepeli strandig. Leróvás volt a fiúnak, aki túlhajtotta magát. Hát én rám most lombos teendők várnak majd holnap, akkor ugyanilyen idő lett, mint most, csak nem ennyire szeles, vagyis sokkal szelesebb. Most is van a szeles. Izécskék ilyen. Fene tudja, micsoda, mutatom mindjárt. Ilyen lufi-szerűségek. Lufi-házak. Fölfújva mondhatnák jurtának is. Minden esetre a pecásoktól biztonságos távolságot kell betartani ezen az oldalon, mert ki tudja, mikor támad kedvük be kiabálásra, hogy nem látja, hogy be vagyok dobva. Szolgázgyár, vagy valami van arra. Szemétkisztító, talán szemétülepítő. Egyébként azt hiszem tényleg valami gázgyár van, mert hogyha sorokságokon megyünk kifelé, akkor azon az oldalon szoktam gázokat tölteni. Gázpalackokat, nyomás próbáztatni és töltögetni. Olyan szépen mosolyog a nap itt a felhőkön át, hogy az utatom itt lent. Bevezek szinte.
egyébként a távolban már lehet felsejteni a soroksári STK-t, ahova jártam tüdőszűrésre. Mert hogy Erzsébet soroksári iparos és vállalkozó és lakos voltam 14 évig. Utána még 10 évig visszajártam antennát szerelni. Aztán a volt feleségem ellopta a táblámat, a hirdető táblámat a házfaláról, ami Mesinit GMK névre hallgatott. A felhők. Most valószínűleg le fogom kapcsolni a videót.